Mi 2020. augusztus 4-én tartott sajtótájékoztatót a pécsi Füzesdűlőben Hoppár Péter országgyűlési képviselő. Akkor készült ez a felvétel. A készülő napelemparkot mutatta be, aminek energiatermelése segíthet a pécsi rezsidíj csökkentésében. A Zsolnai Kulturális Negyed, a Kodály Központ, a Pécsi Nemzeti Színház, a műjégpálya és a hullámfürdő, az az öt nagy fogyasztó pécsi tulajdonú objektum, amelyeknek az áramszámlájában ez a három naperőmű termelése zöld energiaként és árcsökkentő tényezőként jelen lesz. A fideszes városvezetés idején elkezdett beruházás, közben befejeződött. A pécsi baloldali városvezetés alatt azonban nem működik a technikailag három erőművet jelentő napelempark. Tudtuk meg a közgyűlés fideszes frakcióvezetőjétől. Körülbelül 3 éve várjuk azt, hogy végre sikerüljön már üzembe helyezni ezt a napelempark együttest. Ugye tudjuk, hogy már több mint 2 éve készen áll, érthetetlen, hogy miért húzódik eddig. Nem adnak számunkra tájékoztatást, a városvezetés erről hallgat. Örülnénk, hogyha tiszta vizet öntenének a pohárba, és végre nyílt kártyákkal játszanának, hogy az ő mulasztásuk, vagy esetleg bármi olyan jogszabályi akadálya van, ami miatt ezt az engedélyt nem kaphatta meg ez a napelempark, ami miatt jelenlegi helyzet ugye nem tud az önkormányzat segítségére lenni, és nem tud áramot termelni. Pedig ezzel valóban lehetne csökkenteni az önkormányzat kiadásait, aminek növekedését a baloldal jövőre 4 milliárd forintra teszi, és a megoldást az államtól várja, derült ki a Városházan minapi közleményéből. Kerestük Pécs gazdasági alpolgármesterét az ügyben, hogy megkérdezzük, miért nem termel áramot a naperőpark. Ruzsa Csabától azt a választ kaptuk telefonon, hogy munkája és külföldi útja miatt jelenleg nem, de az október 10-ével kezdődő hét valamelyik napján tud majd interjút adni televízióknak. A pécsi Füzesdűlőbe telepített napelempark egyébként 750 millió forintba került, amit 100%-ban kormányzati támogatásból fizettek.